Hát szeretettel köszöntök mindenkit! Szóval szeretettel köszöntök mindenkit, hogy eljött a névnapomra. Most kiszállt ez a 41. névnapom. Ez a 41. névnapom, és ugye itt az előző, aki már volt, az tudja, hogy időnként szoktunk készülni dolgokkal. Ez hol zenélek, hol vetélkedő van. Most inkább megint zenélni fogok, de azért nem részben vetélkedő is lesz, hogy érdekesebb legyen. Én nagyon szeretem az régi elektronikus hangszereket, én arra gondoltam, hogy mesélek a régi elektronikus hangszerekkel, közben egy kicsit fogok mindegyik hangszeren játszani egy kicsit. Igaz, valójában igazából mindig a szintetizátoron fogok játszani, de régi elektronikus hangszerek hangján fogom játszani ezt. Úgyhogy le is ülök. Megengeditek? És elkezdem. Hát először zongorába fogom kezdeni. És az lesz az, hogy vetélkedős legyen, hogy utána meg fogom kérdezni, nem mondom el, hogy mit játszom, hogy ki ismeri föl. Hát, ugye ez egy teszt is lesz, hogy mennyire sikerült a dalt megszólaltatni. Kezdünk 1964-ben. Kicsit ilyen fásimulatos lesz. Hancock-tól, aki ezzel tűnt fel, tehát ez a legelső lemeze. És hát ugye ez igazából zongora volt, ugye ebben semmi elektronikus nem volt, azon kívül, hogy ez egy elektronikus hangszer. Hát a következő számot azt egy másik hangszeren fogom eljátszani, itt pedig azt egy Hammond orgonán, amit 1934-ben találtak föl, tehát tulajdonképpen a egyik legelső elektronikus hangszer volt, és az orgonához semmi köze nincs igazából, mert ugye nincsenek benne sípok, abban ilyen kis kerekek forognak, amit egy ilyen
érzékelő leolvas, és, de a hangja nagyon hasonlít az orgonára, és igazából azért találták ki, mert az orgona nagyon drága volt, és kellett valami, ami a templomokban egy ilyen olcsó megoldással tudja helyettesíteni, és az elején azt is arra is használták, de aztán felfedezte a könnyű zene, leginkább volt egy híres játszó, a Jimmy Smith, aki nagyon jó volt a Hammond orgonában, és ő vezette igazából be ezt a könnyű zenébe, hogy én tőle fogok egy számot eljátszani. Utána sokan kísérleteztek azzal, hogy az zongorából is csináljanak, mert végül is azon kívül, hogy egy orgonát, egy Hammond orgonát ugye egy ugyanolyan billentyűzetre kell játszani, mint az eredeti zongorát, sok köze nincs. Megpróbálkoztak ugye a zongorából is elektromos hangszert csinálni, tehát ugye a zongora ugrok fölé rakni valami elektromos érzékelőt. És a következő hangszer az egy ilyen lesz. Ezt 1972-ből fogom játszani. Ezt remélem ezt a következőt már meg fogjátok ismerni. Ezért nem is mondom el, hogy ez kitől lesz. Illetve hát egy részletet fogok, mert nincs itt sajnos az egész beatben, úgyhogy ezt nem fogom eljátszani. De azért a hangszert elmondom, ezt úgy hívják, hogy Hohner Klavinet. Ugye a Hohner az egy német cég volt, és ők találták ki ezt a hangszert, ami úgy néz ki, hogy a húrok köré raktak pikköpöket. És igazából erre a hangszerre már felfigyeltem, amikor hallgattam, mert ez olyan, mintha gitároznának el. Ugye már észre fogjátok venni, nagyon furcsa hangja van, ilyen pattogós hangja van. De ez ilyen szokat, nem inkább olyan, mintha valaki gitáron játszana. És hát a funky számokban használták előszeretettel emiatt ezt a hangszert, illetve ha valaki tavaly itt volt, az tudja, hogy ugye a TV-sorozatok szignáljából tegezték a felkedőt, és a TED helynek a szignáljában van ilyen Hohner Klavinet. Úgyhogy, de én most nem ezt fogom eljátszani, aztán remélem rájöttök, hogy mit, úgyhogy találjátok ki. Thank you.
Igen! Köszönöm szépen, hogy sikerült. Szóval ez a Horner klavinet volt, ami a funky számunknak egyik ilyen meghatározó hangszere volt. Ugye nem csak nem olyan magyar számokban, nem tudom is, jöntek a gyerek is lány. Gyere, szívítsd! Klasszikus eposz, ott is az egyik, az alapnak az egyik szól, amely az egyiknek. Na de menjünk tovább az időben, és hát ugye ezek ugye még végül is olyan hangszerek voltak, amikben valami pörgő forgott, amit megpróbáltak elektromosan átalakítani, de aztán jöttek a szintetizátorok, amiben ugye ilyen oszcillátorok szóltak. És hát ezek akkor elkezdtek elektronikusan jellel hangot generálni, különböző ilyen függvényformából lehetett kikeverni, és ezt a... Hát én is most tudtam meg, hogy az egyik legelső film, aminek a szignáljában föltűnt egy szintetizátor, az a most következő lesz. Ezt remélem megismeritek, hogy melyik film lesz ez. Megkeresem a hangot. Ja, igen. De így hangzik egyik szintetizálja. Ja, igen, még ezt elmondom, hogy ez fűrészfokha. Négyfajta függvényforma volt, a színusz, a háromszög, a négyszög, meg a fűrész. Ez itt a fűrész volt. Szóval így hangzik. Én is senki. Igen? Nem tudom. Ez egy James Bond filmnek az Még pedig a ő felsége titkosszolgálatában című 1972-ből. Szóval ez volt az első filmszignál, amiben volt szintetizátor. És aztán a következő, az pedig, azt szerintem többen meg fogják ismerni. Ez 1981-ből van, és ebben pedig már az érdekes, hogy ebben már van egy analóg, meg van egy digitális szintetizátor is. Mert ugye ezt mostanában Mr. Bean tette ismerté újra ezt a örök eposzt, de ezzel az egy darab gomba lőtt a nyomot. Ez így jön. És eljutottunk a digitális szintetizátoroknak a koráig, amiben ugye szerencsére jó néhány régi jazz számot is feldolgoztak, úgyhogy most például egy szintén a Herbie Hancocknak egy régi számát fogom eljátszani, amit aztán egy, nem is tudom, 30 évvel később egy angol együttes újra feldolgozott. De már nyilván elektronikus eszközökkel.
Úgyhogy ezt is a... Az a baj, hogy már kiszámoltam, már ez is 20 éves. De gondoltam, hogy ez most már milyen aktuális, de hát az mégse. Amikor egyetemre jártam, akkor ez nagy szám volt. De sajnos ez is már 20 éve volt. Úgyhogy be fogom előadni. Hogy nagyjából ezzel az utazás végére is értünk, és de azért még egy érdekes ráadásszámot is előadok. Még pedig, hát ez megint zongorán lesz, egy kedvenc számomat, ami igazából sokkal régebbi, mint ezek, de igazából nagyon szélesen eljátszom. Azt akarom, egy anekdota is van ezzel kapcsolatban, hogy ugye elgondolkodtam, hogy mit játszanék el szívesen, és hát erre a számra gondoltam, de ez egy tulajdonképpen klasszikus, most már klasszikusnak minősülő zene, úgyhogy el kell menni kottát venni hozzá, tehát ezek nem olyan egyszerű, mint amit eddig hallottatok, és el is mentem a Rózsavölgyi zeneműboltba, még van ilyen, és ott mondtam a hölgynek, hogy hát ennek a kottáját szeretném megvenni, és de tekintve, hogy én nem tudok annyira zongorázni, most kezdő vagyok, úgyhogy van-e ennek valamilyen kezdő áldozata. És akkor mondtam, hogy mit szeretnék játszani, akkor rám nézett, hát, és akkor láttam, hogy komolyan megdöbben. Tehát ez nem egy szokásos kérés, valószínűleg ott a boltban, hát minden esetre el kell próbálni mindent el kell valamit kezdeni, úgyhogy én ennek a dolognak az elejét fogom eljátszani, aztán remélem, hogy majd fogom jövőre talán majd hosszabban is. Elkezdem a thank you.
felismertétek, és akkor vigyázzunk, hogy eljöttetek, és hát várom, hogy szeretettel majd jövőre is jövitek el. Pár szót a kulisszatitkokról. Hogy sikerült a bemutató? Hát jól sikerült, leszámítva azt, hogy ki volt húzva egy kicsit a kárnással. Elégedett a produkciójával, a zeneművészetire valószínűleg felvételt sikerül nyerni ezt a produkcióval? Hát azt nem hiszem, de így igazából elsőre ez jó lesz. Szuper.